Tényleg oda megy? Azt nem mondták, hogy mennyi időre lehet megállni, nem? Utána kitár és Nézd a sok csillagot, 48-56 ott ragyog! Tudsz értelmes kérdést megfogalmazni? Hát megpróbáljuk. Na, akkor próbáld meg! Szervusz! Budaházi Gyuri, persze nyugodtan hagyd fönn. Budaházi Gyurit kérdezem, itt vagyunk most éppen a nyugati téren, a felüljáron. Egy demonstráción veszünk részt, egy bankányos demonstráción. Szeretném megkérdezni tőled, mint megfigyelő vettél ezen a demonstráción részt, hogy mi a véleményed erről a demonstrációról, mi erről a véleményed, hogy itt megálltunk? Hát pont az volt az első gondolatom, amikor rájöttem, hogy miért állunk. Muszáj nekem minden ilyen helyzetben éppen jelen lennem. Tényleg egy vicces megjegyzés, csak persze. Véremet adom. Az egyik felvonuló, kicsi ház az autik autóval köztünk vonult. Nem hitted, hogy nem adom? Amik idén betölte a kalapáccsal. Jobb, ha elhiszed. Hát ez egy ilyen spontán, amennyire egy többiektől halló, abszolút spontán akciót csinált Keresztbálta. Itt a nyugati felüljárónál, mert be akar menni a képviselőirodaházba, átadni a petíciót, egy adott időben voltunk megbeszélve, és most már lecsúszna arról az időszakban, azt mondtam, hogy a rendőrség kicsit lassabban vezette a vonulás, mint amit a petíciót volt beszélve. Egy embert meglátjuk, hogy mi lesz belőle, nem tudom, hogy megértem azt az elkeseredést, ami mozgatja az ilyen idézőes, mert szélsőséges akciókat, hogy ilyesmivel nem figyelnek oda az átlagember. Az emberek problémáira már csak amikor halálosabb tömege van, vagy talán még akkor se hajlandóak oda figyelni a politikusok, sajnos. Ezt rossz tapasztalatát. Azt a petíciót, amit ő át akar adni, én is aláírtam, mert az van benne, amivel én is egyetértek, általánosságban is, hogy nem lehet az emberek nélkül így irányítani az országot. És én pont az én fő problémám pont az ebben a közjogi rendszerrel, ez úgy működik, papírforma szerint az emberek a legfőbb döntéshozók, de valójában az emberek. Nem is várom el, hogy minden kérdésről mindig az emberek döntsenek, de azt elvárnám, hogy a fontos kérdésekben valahogy érezze úgy a társadalom, hogy benne van az ő akarata, és ne azt lássa, hogy mindig a feje felé döntenek. Szerintem jobban is működne az ország, nyugodtabban is lenne a társadalom, és biztos, hogy sok gazemberség nem történhetett volna meg, ha az embereknek lett volna a beleszólása. Úgy látom a petíciónak is, ugyan devizahiteles szempontból nézve, de ez a fő mondani valója, amivel én is egyetértek. Tehát a közjogi rendszer szinten kellene ezt megváltoztatni, hogy így nem működhessen. Hogy tényleg a fejünk fölött már jóformán tönkötettek mindent. Mi várható, itt említetted, hogy nem tudom, hogy mi lesz, hogy szakmailag kérdeznek, hát, akkor téged. Szakmailag az várható. Most idézem mondva szakmailag, mint aki már sok ilyen demonstráció volt, amilyen főszereplő. Hát ilyenkor általában az várható, hogy előbb-utóbb a rendőrség megpróbálja ezt felosztatni, hogyha nem hajlandó elmenni. Hát most, hogyha sok ember mellé áll, akkor ugye nehezebb, akkor több rendőr kell, akkor el fog húzódni egyébként, akkor aztán ők fogják előállítani, és akkor kocsiját meg elmondhatni. Most ez a kérdés egyébként, hogy most az itt lévő, ez a devizetben kérdés érdekel, erre mit reagálnak. Azonképpen én magam is meg vagyok lepve, mert én azt hittem, hogy szerintem egy mozetán fog megállni, de mindenben azt mondom, hogy kiterült, spontánosan. Hát meglátjuk, hogy mi történik. Frici elszaladt a képviselőházba, úgy néz ki. Köszönöm szépen. Elszaladt. Most láttam az előbb, hogy elszaladt. Köszönöm. Azért vannak még ma is politikai fordulat, sajnos, 5 éve vannak idegen országban. Nem is
tudom mit mondjak erre, mit tudom tenni, érted? Köszi!